Néhány nappal ezelőtt a Nyíregyházi Egyetem rektora a Magyar Nemzetnek még úgy nyilatkozott, 150 fős maximális létszámmal és szigorú óvintézkedésekkel megrendezhető az idei gólyatábor. Az intézmény meg is hirdette az eseményt, de már előre kilátásba helyezte a változtatás lehetőségét. A héten a hallgatói önkormányzati testület folyamatosan konzultált az egyetem vezetőségével, melynek eredményeképp végül felülbírálták az eredeti terveket. Arról tájékoztattak minket, hogy hosszas egyeztetések és mérlegelések után mégsem kívánják a 2020-as gólyatábort megrendezni. Ehelyett azonban mégis terveznek valamit, mert nem hagynák egy ilyen találkozó, személyes találkozó nélkül a hallgatókat. Egy úgynevezett orientációs napot terveznének, ennek később időpontjára majd természetesen hírt adunk, de minden a járványügyi helyzettől fog függni, hogy szeptemberben, amikor belépnek a hallgatók az egyetemre, akkor milyen körülmények várnak minket ebben a pandémiában. Helyzetben. Tehát sajnos az egyetemnek elmarad a gólyatábora, hosszú évek láncolata, jó hangulatú találkozója szakad ezzel meg, de én úgy gondolom, hogy ahogy fogalmaztam is, a döntés bölcs volt, felnőtt és érett, ugyanis fontosabb most az egészsége a hallgatóknak is, fiataloknak, természetesen valamennyi családtagjuknak is. Halkóné Rudolf Éva hozzátette, a Nyíregyházi Egyetem dolgozói hétfőtől két hetes szabadságra mennek, azt követően döntenek az új tanév kezdetére tervezett közösségi rendezvények megtartásáról. A jelenlegi álláspont szerint a szeptember 5-ére tervezett tanévnyitót és a szeptember 19-ére tervezett, egyszer már elhalasztott diplomaosztót megtartja az intézmény, de ez a központi intézkedések függvényében még változhat.